A piac téren nagyon színes választék volt a kézműves termékekből, de lángos büfével is várták a sokaságot. A tér megtelt együtt ünneplő idősekkel, fiatalokkal és gyermekekkel. A programok között megtalálható volt a Bonyhádi rendőrök standja, ahol a bűnmegelőzésről adtak tanácsokat. Megtekinthették Verseci Edina Mackó világ kiállítását. Az adventi rendezvénysorozatunknak ez a harmadik állomása. Az első adventi vasárnapon a Glückauf Egyesület tartott egy műsort, a másodikon a Székely Kör Egyesület, és az a harmadik a városi, amikor is a városi rendezvényen, a Mindenki Karácsonyán vehetnek részt az érdeklődők. Kézműves vásár kíséri a rendezvényt, fellépett a Glückauf, a Székely Kör kórusa, az óvodások, most az iskolások szerepelnek éppen a hátam mögött. A gyermekek sem maradhattak ki. A Nagymányoki Pittypang óvoda és bölcsöde óvodásai és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adta elő műsorát. A jó hangulatról érdeklődtünk a vendégek között. Itt van a két gyönyörű unokám is, a Zoé szerepel, tehát nagyon szép. Hát kicsit üvösebb az időjárás, de hát a tavalyitól sokkal jobb. Beszéltük itt az anyukákkal, tehát tavaly sokkal hűvösebb volt. A karácsony az mindig szép család ünnepe, és ez most így megható a gyerekek körében is. A közös ünneplés jól sikerült. Mint minden évben, a 70 év feletti szépkorúak karácsonyi csomagot vehettek át a város önkormányzata jóvoltából.